Jó reggelt kívánok, indul a péntek. 140 km körül van előttünk, abból zöme bundás. Ezért a navigáció is olyan 3 óra környékének hozza. 7 óra 30-as lerakom van. Annyira módosították ugye a 16 órást, ami ugye tegnap teljesíthetetlen volt, mert szervizbe voltam. Úgyhogy megyünk. A szokásos útvonalon Oszopó, Szent Daniel, Pordenone, és így kell, hogy érkezzünk Muriaggio della Battagliába. Voltunk már ott, sok látnivaló nem lesz, mert sötét van, induljunk neki. Éjszaka jó volt, nyugodt volt. Elment jó gyorsan. Ugye csökkentett pihenőt tartottam. Felettem vastagon, mert még csak egyet se vettem ki a héten, úgyhogy ez volt az első. Na, akkor most még van itt 22 km pálya, és utána Oszopó. Ideértünk Oszopó, San Daniel lejáróhoz. Ne nyugd le az autópályáról, mert már nagyon dühösen vagyunk. Igen, van Oszopó, itt most lehajtunk, és minden szempontból menni tovább. Tartsunk balra. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Elkanyarodunk a balra. Jó korábban senki nincs. És aztán itt haladunk. Csináltuk úgy, hogy jobbra tartasz. Majd utána a körforgalom. Átverekedtünk magunkat a kis falvakon. Most letérünk. Szerintem ez egy körforgalom lesz. A harmadik kijáratra majd nagyon. Tegyünk fel a pályára. A harmadik kijáraton kell majd kihajtani.
11 kilométert vagyunk ezen, úgyhogy haladunk szépen. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöktösni a biciklistákat. Pedig jobbra. Na, telepasszom. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Tarts jobbra. Bicikli! Bicikli! Lász egy körforgalom, a második kijáraton fogunk majd kimenni. Második kijárat lesz, Bubi, a körforgalomban. Látod a második kijáratot? Ha? Azon hajts ki. Mondta, jól bírod a kompot? Mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam elmesélem. Ébredeznek a települések. Nyolc fokkal. 3-6. Még 24 km. Lesz egy körforgalmunk. Ha, Kubi, örülünk? Ha. A második járaton majd kimegyünk. Számolja, számolja! 1, 2 és ott ki. Hajlamos vagyok elbizonytalanodni, így menet közben. Jó tudom, persze nem most jöjjek rá, hogy merül az elem. Egyébként az is lehet. Álmosodom. Mindjárt elkanyarodunk a kamera. A harmadik utcán fogunk majd balra menni, jó lesz. Biztos jó lesz ez. Simon mondja, jó. Elmegyünk balra. Balra, mi baj történhet? Egy olyan körforgalom jön, amelyben sok kijárat lesz, de nekünk csak a kettes kijárat fog megfelelni. Yeah.
lesz, jövök most, de jó, egy körforgalom, hát én szeretem, már az alakja miatt is, tudják mire emlékeztet, mindegy, a második kiárat lesz jó. De szerintem a második kiáraton hajts ki, nekem mutatja. Forgalomra számítsanak, kedves utasaink! Háj, nagyon jó ez, én szeretem! A második kijáratok kell, vagy a második kijárat az. Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön! Ez inkább idegbeteg. Második kijárat a miénk. Drámaian szeretném ezt így előadni. Körforgalom jön. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem egy Németország. Körforgalomban ez a lámpa, fenomenális. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Második kijárat lesz, Bubi, a körforgalomban. Alulról világítják meg reflektorokkal, de fölfelé. És az meg tükrözi ide-vissza. Óvatosan! Második kijárat! De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem! Szeretem a sorozatokat, a Dr. House a kedvencem. Úgyhogy megpróbálom ezt tenni. Hamarosan enyhén jobbra megyünk, vagy Lupus.
tovább egyenesen, majd oda nem engeded be minket. Teherautóval behajtani tudatunk volt. Körforgót viszont nem ismerték a fiúkák, úgyhogy lehet, hogy arra kellett volna menni. Semmi gond. Sok látnivaló nincsen, mert eléggé sötét van, kamera nem nagyon szereti. Nézed el, találtam egy kondenzátort, már itt mellettem. Az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajta, egy körforgalom jött. Megérkeztünk, Moriangio. Látod a második kijáratot? Ha? Azon hajts ki. Moriangio della Battagliába. Úgy szeretnénk kilátni. Már csak a cégettel megkerestünk. Szerintem én már jártam itt Toymo City Line-nál. Mi nem sokára odaérünk, 1,7 km van odáig. Hát azért tudod, most komolyan, hát tehát az ember itt ül ebben a egyébként marha nagyon-nagyon, és nem is tudom, hogy mit akartam mondani. 6 óra 17 van. Nagyon jó időt futottunk. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan leérünk. Menj szépen egyenesen, de csak addig, amíg jobbra nem kell menni. Jobbra megyünk. Menjél jobbra. Itt ez már az úgy nézem, ez a cég. Biztos, hogy itt elmenjek jobbra. Nagyon biztos, hogy ez a cég itt az, ami hát fogalmam nincs, megmondom őszintén. Bejöttem, az már biztos. Hol a GPS? Itt.
itt van, persze, csak hülyéskedek. Arra kell majd menni mindjárt, de még nem. És utána megy, ott veszünk. Ez már a cég itt balra. Azt is mondom, hogy kicsit se ismerő. Balra fordulósat játszunk, és utána hirtelen megérkezünk. Na most már itt. Igen, kérem, megjöttünk. Luimo City Line. Ide kell félreállni. Megvárni a 4-8-at. Mi több? Hátra kell menni. Mert ide kell majd visszajönnünk jobbra. Parkolót meg itt írja. Itt kell majd bemennünk. Szépen. El kell menni a végébe majd. És ott meg kell állnunk a végénél. Úgyhogy érkeztünk a lerakóra. Megjöttünk, kérem. Tudtam én, hogy voltam én már itt. Egy kicsit fölbászoltam, de így már egyből ismerős lett a történet. Ide félre kell húzódni annyira, hogy a vége az autónak az itt legyen az épületnél. És akkor leszünk. Annyira itt előre kell menni, hogy a vége legyen az épületnél. Egy. Lerakás szóval. Vége, indulás van. Hát úgy van, hogy sejtettem. Megyünk Mansueva, fölrakjuk ezt a fóliázott dolgot. Egy olyan körforgalom jön, amelyben sok kijárat lesz, de nekünk csak a kettes kijárat fog megfelelni. Lolli, ez a Della körforgalom? Ha, a második kijárat, új bien. Amivel nem lenne semmi baj, csak hétfői a lerakó. A 6. reggel 8-a lerakó. A második kijárat a miénk. Van a 23. Vagyis hétfő. Jön egy körforgalom. Hagyd nézzem, apu!
hétfő reggel 8-as lerakó, úgyhogy nem megyünk haza, az már tuti. És rengeteg időm lesz megvalósítani a célt. Most megyünk felrakni 45 km. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel. Úgyhogy nagyon nyugodtan mehetünk, mert a mai nap, a holnapi nap. És majd csak hétfőn rakjuk le reggel 8-kor. A lényeg, hogy ilyen hétfőn ott leszek Németországon, mert Ausztriában tilalom van. Hát megszervezték ezek rendesen úgy, hogy véletlenül se menjen az ember. Hát mondd egy szársat. Két hét múlva úgyis kiszállok. Egy hét. Most egyelőre megyünk a... Körforgalom! Második kijárat! Felrakó felé. Óvatosan! Második kijárat! Nézed el! Találtam egy kondenzátort. Már itt mellettem. Az is kínai gyártmány. Megfogtam, és akkor átütött rajta. Egy körforgalom jön. Ez egy olyan jó kis, szerintem 1000 kilométer lesz. Na és menni kell még meg holnap is. Most, de jó, egy körforgalom, hát én szeretem, már az alakja miatt is, tudják mire emlékeztet, mindegy, a második jelen lesz jó. Második, az első. Ó, jön egy körforgalom, hagyd nézzem, apu! Média profilihoz megyünk, ott már voltunk. Egyszer-kétszer, úgyhogy legalább ismerős a történet, nem próbálszunk el nagyon. Megyünk. Szép kis olasz falucskába beértünk, hogy nem is tudom, talán nagy település ez város is lehet. Második kijárat lesz, Bobby, a körforgalomban. És utána a körforgalom jön. Be vagyunk, oké? Második kiáratok, és ahogy itt villóznak a szemem előtt az adatok, utána körforgalom jön. Én sok mindent szeretek, mondjuk a kompokat azt nem. És itt meg elmegyünk a kompokat, és akkor
menjél szépen balra, jó? Mert mondja a bácsi, élesen. Élesen, majd balra, nem majd, most. Drámaian szeretném ezt így előadni. Körforgalom jön. Tíz fokkanként, hát itt van a nagy kabát, meg csak a sál. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Körforgalomra számítsanak, kedves utasaink! Háj, nagyon jó ez, én szeretem! A második kiáraton kell majd kijönni. A lámpa fölfelé világít, és akkor úgynak ütköződik. Na, a második kiáraton, csúcs! Apa fej, én láttam már balesetes képeket, tűzoltóság.hu, de tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön! Ezen az úton jöttünk egyébként, csak akkor sötét volt. Én átengedem, van én itt, hogy menjem. Addigra már, ahol villantottam, szerintem észrevett az előttem lévő is, és átengedtem, van én itt. Látsz egy körforgalom, a második kiáraton fogunk majd kimenni. Még 24 kilométerünk van a felrakóig. A második kiárat a nyerő. Jön egy körforgalom. Milyen kis körforgalom következik.
Ja, hát reggel sötét volt, mikor erre jöttünk. Most azért egy kicsit barátságosabb a kinézet. Vagyunk most már sűrűsödve. Úgy mondjam. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre. A második kijáraton majd kijövünk. Én az élet úgy nézem. A második kijárat a miénk. Hát nem kellett volna ide bejönnöm most hirtelen. A szegények itt elmertek volna annyi erővel. Bár így akkor meg mögöttem el tudnak menni, úgyhogy annyi előnyük van. Nem sokat, csak egy kicsit. A harmadik utcán fordulj jobbra, de ha nem tegeződünk, akkor fordulj. Oké. Hát egy kis olasz tavuk. Nézzék ki szépen jobbra, milyen ott, oda megyünk. Nem biztos, de lehet, hogy elmegyünk jobbra. Én arra fogok menni, fajtás, én arra fogok menni. Hát akkor nem megyek arra. Megbeszéltem. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Muszáj volt egyenes jönni, mert ott nem engedtek el minket jobbra. Semmi baj nincs vele. Töltőt nem kapok, csak kérdezem. Ez az egyetlen örömöm, amikor így... Aztán majd mindjárt fáj a derekam, csak az egyikök ilyen, mindjárt jobbra megyünk. Később én megbekenem magam valamivel. Okay. Azt látom a térképen, hogy egy piros csík megy a következő utcán, nem a következő utáni utcán jobbra. Mit jelent? Az, hogy mit jelent.
jobbra megyünk. Lesz nekünk egy ilyen körforgalom brékoxunk, hogy hát bemegyünk, de az első kijárata rögtön el is. Van itt egy körforgalom, de az első kijáraton már ki is kell jönni. Jó. Menjünk a kamion után. Körforgalomra számítsanak, kedves utasaink! Nagyon jó ez, én szeretem! A második kijáraton kell majd kijönni. Menjünk vissza az útra, ahova... Roli, ezt ad el a körforgalom! A második kijárat, új ilyen! Honnan az előbb eltereltek minket. Hát ezek ilyenek sajnos, hogy... Fölbontották az utat. De szerintem a második kijáraton hajts ki. Nekem mutatta. És így aztán azt a részt, hogy ki kellett kerüljük. A kedvencem jön, a körforgalom, a nyerő az első kijárat. Na, megpörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kimegyünk az egyesen, már vagy az első kijáraton, mint a bent se lett itt volna. Ezt mindig én csinálom. Hát ennyi, bombálom. Érkezek neked. Már arra is oda jutottunk volna szerintem. Nézd el! Találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajtam, egy körforgalom jön. Jó, és itt már tudunk menni tovább a parkra. Lacika vagyok, a körforgalomban a második kijárat. Innen jöttünk volna jobbról, de hát sajnos ezt lezárták, úgyhogy tettünk egy ilyen kis műcsavart. Semmi gond, kellene pánik. Kamion most nem téved el, csak hosszabb utat választ. Számolja, számolja! Egy, kettő, és ott ki! Visszatértünk a régi kerékvágásba. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. Jobbra! Jobbra tartunk! A második kijárat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alakú. Körforgalomra számítsanak, kedves utasaink! Háj, nagyon jó ez, én szeretem! A második kijáraton kell majd kijönni. Óvatosan, második kijárat. Székrekedésed van? Fingom sincs. Még 20 kilométer.
Strauxot is vagyunk. És most haladunk. Érünk ebbe a településbe. Ott aztán én majd le tudok küldeni. Tisztán vágunk neki a Németországnak. Milyen helyes kis kínai tranzisztorra jöttem össze itt bent, dobozban. Körforgalom jön. Vannak ezek a rózsaszín csajok, nem tudom, hogy miért teszik ezeket ide. Úgy szélen. Körforgóba. Esetleg mehetnék lassabban. 8 kilométerünk van még. Szőlő. Lakóhátra is áll mindenház. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Nagy variáció nincsen, csak egyenes mehetünk. Megnézzük a szép kis parancsornyal itt szembe. Kormány darab. Lolli, ezt ad el a körforgalom. Ha, a második kiárat új ilyen. És itt vannak a rózsaszíncsajok a körforgalomba. Vizesés, vagy is szökők. Nézed el? Találtam egy kondenzátort, már itt mellettem. Az is kínai gyártmány. Megfogtam, és akkor átütött rajta. Egy körforgalom jön. Ó, Hungaroring! Én már láttam itt a 60-as táblát. Azért mertem volna egy kicsit gyorsabban menni. Kellett volna. Egyenféle második kijáratos körforgalom következik, tudják, amiből a második kijáraton jövünk ki, már onnan számolva, ahol vagyunk. A második kijárat a nyerő. Az
arra nyeri, akkor arra. Drámaian szeretném ezt így előadni. Körforgalom jön. Lassan érkezünk már. 4,5 kilométerünk van, inkább 4. Mit szoktak a rendőrök okkatettelenkedni valóra. Most is úgy látom, hogy kint vannak. Megmutatják a népet. Csináljuk együtt meg ezt a körforgalmat. Harmadik kiárat. Ki kell hajtani a harmadik kiáraton neked? Körforgalom lesz. A harmadik kiárat lesz, jó. Szerintem ez egy körforgalom lesz. A harmadik kiáratra majd nagyon vigyázz. Harmadik. Valószínűleg 4 kilométer. Mi jön? Hát, körforgalom? Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Körforgalom lesz. Nem mondom meg, melyik kiárat lesz jó, majd később. Harmadik? Hungaroring? Harmadik kiáraton menjék én. De ne, ha drámaian mondanám, körforgalom jön, ez inkább idegbeteg. De ez van a vége, és kezdődik Manszúr. Lehet, hogy időm is lesz 5-11-13-30-ig van a felrakási idő lekalibrálva nekem.
számítsanak, kedves utasaink. Nagyon jó ez, én szeretem. A második kiáraton kell meg kijönni. Na most a második kiárat, az a jó. Kedves utasaim, a körforgalomban a harmadik kiárat lesz a nyerő. És itt már szinte meg is jöttünk. Befordulunk előre. És az utca végén ott a miénk, amit kerestünk. Harmadik kiárat, az lesz. És megjöttünk. Na, a második utcán viszont balra megy. Aztán már ott is vagyunk. Ha? Köszönöm szépen. Egyenesen becsűrünk. Soromból nyílik. Hogy ez milyen rendes soromból. Érzékelt, hogy mekkora nagy autóval jövünk, már nyílik is. Beszólunk a hölgyiknének, hogy miért jöttünk. Ne stop and go-zunk. Bebattyogok, szólok a hölgyeknek, megjöttem. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy vártam, mert még nincs kész, de én itt vagyok. Na férem, állódunk befelé. Nem busz? Indulás van. Majd mindjárt belenged a levegő. Kérem, a legjobbkor indultunk el, mindenki megszíveztázni.
Elnézem ilyenek. Balra. És utána csak azért, hogy téged meglepjünk, jobbra fogunk menni majd. Látod a lehetőséget? Jobbra. Nem ismersz a parlányt. Jobbra megyünk mindjárt. Figyelje a száma! Jobbra! Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Ez a legjobb a GPS-kedésben. A körforgalom. Majd az első kijáraton megy. Utána jobbra. Azt látom a térképen, hogy egy piros csík megy a következő utcán, nem a következő utáni utcán. Én sok mindent szeretek, mondjuk a pompokat azt nem, az alagutakat is csak akkor, ha van GPS vétel, de a körforgalom, hát azt annyira imádom, az jön, majd az első kijárat, az a jó. Vásárolunk egyet, megnézzük itt az olasz lényeg a gyűlőság, hogy alatt nem is tudom már. Leszem lényeg. Itt van 9 kilométerre. Le lehet oda menni, meg lehet állni. Oda megyünk most. Mert ugye most már egy hétre való élelmiszert hoztam. Hát természetesen ugye. Nem lesz elég ugye, mert a most két hétre való kenyeret mindenféleképpen kell venni. Valami gyümölcsöt. Na jó kis. Ez egy szökély kutban. Egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kijárat. Most ki van írva, hogy van szép. Tehát szerintem a második kijáraton hajts ki. Nekem mutatál. Ordenónélnak megyünk. Anyu, bennünket mafiózónak neveznek bent az iskolában. Jó, bemegyek, elintézem. Oké, csak csináld úgy, hogy balesetnek tűnjön. Én ezt úgy szeretem. Lefürödtem. Tisztán vágunk neki a hétvégének. És most mi vagyunk. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Már még lehet egy 6 órás vezetési időm. Akkor lövöm el az első 10-esemet. Akár holnap meg lehet a következő 10-es, és azzal már oda is kéne érnünk. Meglátjuk, hogy hogyan csináljuk, de lehet, hogy csak egy ötöst megyek ma. És holnap megyünk 9-est. 1000 kilométer van előttünk. 5x7x35, 9x63, azt mondhatom. Azzal ponton elérünk. Meglátjuk, hogy hogy fér vele, mert ha nem csökkentek, mondjuk,
nem csökkentek, akkor, akkor nyomok egy vizet. Ha viszont csökkentek, akkor nem nyomok vizet, akkor csak 9-es lesz. És akkor majd holnap nyomok egy vizet, és holnap nem kell csökkentenem. Ilyen egyszerű történet, és akkor nem élhetik szó a ház elején, hogy csökkentek is, mert vizes is van, és akkor ezt hogyan csinálom, stb. Stb. Úgy lesz jó, ahogy van. Majd meglátjuk. Még egyelőre képlékeny a dolog. Mert rettentően sok időnk van még. Ugyanis ma is tudok még menni, holnap is tudok menni. Vasárnap pihenünk egyet. És akkor hétfőn szépen meglepakolunk. És ezzel kiküszöbölték, ugye az oszták hétfőn. Ma te jól bírod a kompot, mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam elmesélem. Hétfő oszták kamion stop, és ezt küszöböli ki ezzel, hogy most engem elküldenek. Akkor csak engem, szerintem mindenkit. Aki él és mozog, az mindenki Németországban lesz hétfőn. Pontosan azért, hogy a hétfői kamion stoppot Ausztriába, ússzák, itt meg egy csirencsodró. Goli, ezt ad el a körforgalom? Ha, a második kiárat új milyen? A második kiárat, kis rózsaszín csaj, nem tudom mit jelentett. No, a második kiáraton, csúcs! Buffó, de... Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alapotát. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Mi van? Átvesztjük az autót pirosra? Belül? Sok kiárat lesz, de nekünk csak a kettes kiárat fog megfelelni. Csak a kettes. Számolja, számolja! Egy, kettő, és ott ki! Töltőt nem kapok, csak kérdezem. Ez az egyetlen örömöm, amikor én... Ordenó nem ég 16. Közben még megyünk egy pipibe. Mindenki megy kebédelni, sziasztázni. Tényleg itt van a munkából.
mindjárt érkezünk a lépéhez, még 1,9 km. Vásárolok az a tükkerály. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, melyik kiáratom mennyi, de nem tudom. Érkezünk is. Aztán már ott is vagyunk. Azt mondja, hogy 0-24-ig megállít, tilos kivéve, ha vásárolunk, vagy tilos vásárolunk. Na, ide értünk. Én mellesleg vidám vagyok, mert már a felén vagyunk az útnak. De figyelj, végig arra mentél, amerre én mondtam? Csak mert most vissza kéne fordulni, ahol lehet. Visszafordulunk és itt meg fogunk állni. Nem is tudom, lehet, hogy itt állok. De nem érje, hogy nem lehet megállni. Itt hátul van a körforgalom. Nagyon jó. Ödös, hogy ember vagy. Újra tervezek. Itt lehet megfordulni ugyanis. Ügyes. Megserdülünk szinten. Mégse sarkon fordítottuk az autót. Újra tervezés. Utána nagyon ég a pofám. Vissza kéne fordulni, ahol lehet. Nagyon jó helyen vagyunk most már. Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Megállódok. Nem értek el senki. És semmi. El sem csinálni. Ó, körforgalom! Imádom! Az első kijáraton kell meg kimenni. Így le. Hát kérem, vásárlás megvolt. Meg is ebédeltem. Mehetünk tovább. Nem jó. Olyan szépek ezek a fák itt bal oldalon. Kettő van belőle. A parkolóban frankon lehet látni. Szerintem. Itt bal oldalon van egy. Nem tudom, mire nagyon tetszik. Eladó egyébként. Meg a másik, meg itt van a másik oldalon. Itt né. Ez is jó kupa. Eladó. Na. Meg kell, hogy jegyezzem. Ez drága, az a Divi. Az osztrák és a német sokkal olcsóbb. Tehát egyszer kell csak megvenni a dolgokat. Főleg kenyeret kellett vegyek meg.
gyümölcsöt. Akkor már hagytam egy kis nasit. Csoki. Hús, fagyit. Vettem egy doboz fagyit is. Az egészen fizettem talán 16 eurót. Vettem croissant. Úgyhogy azért úgy jól bevásároltam. Két 80 dekás kenyeret. Úgyhogy azért úgy jó bevásároltam, nem volt olyan nagyon drága. Egy óra van. Ugye 4-kor kezdtem, 4 meg 13, 17-ig van munkaidőm. Most van 13. Wow, azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Meg 6 az 17. Tehát ugye abból le kell venni egy 45-ös pihenőt. Úgyhogy 5 órát tudok csak menni. Nem. Rosszul mondom. Mert 13 van most. És 17-ig van munkaidőm, hanem csökkentek. De csökkentetek is. Lehet, hogy úgy is lesz, hogy csökkentek. A körforgó az, ami most következik. Kedves utasaink, a második kijáraton majd ki kell. Na most a második kijárat, az a jó. És tudod, mi lesz utána? Körforgalom. Igen, tehát csökkentek, de normál. Van ennél szebb. Gyöngyvirág, körforgalom, lombullás, csodálatos. Az első kijárat lesz. Hova mi? Első kijárat. Újabban már a GPS-ek is tudnak vírusosak lenni. Tehát csökkentetett nyomok. Viszont normál vezetési időt, tehát 9 órás. Már még van. Jó, 5 óra vezetési időm. Azt csökkentettem, meg tudom csinálni. Micsoda egy szerkezetek vannak itt. Beton pumpálják vele, aztán meg gondolom nyomják le tölbe. Ebédeltem. Lehet, hogy majd fagyit eszek a vacsorára. A vacsora után. Elérkeztünk ide a Fortenóbeli átlehajtóhoz. Lehet, hogy egy picit
majd a... Ez milyen, hogy a harmadik utcán kell jobbra fordulni, hogy mindegy, én már most szólok, aztán legközelebb lesz olyan is, hogy a 17. utcán forduljon Schlehen jobbra. Oda néz, egy csík fákból. És akkor itt megyünk fel ide gyorsforgalmira. Azt gondolom, jobbra. És azt gondolom. Az jön, majd az első kijárat az a jó. Esküszöm, nem értetek róla. Amilyen a bejövő adat, tehát hogyha a térképen ez van,
meg a rossz papírt nézem. Mindegy, apika. Piroska megy az erdőben, és a bokorból kiszól a farkas. Szervusz, Piroska, mi van a kosárkádban? Sajtocska, kenyérke, és még szól a bokorból a farkas. Egy borocska is van, és még. És van még kifricske is. Papír nincs. Letértünk most már. Jó helyen vagyunk. Megyünk a San Danielnek. A Szopónál megyünk fel az autópályára. Ezt az útvonalat adták meg nekünk. San Daniel, Szopó, Arnolstein és Szalt. Nem tudom, meddig jutok. De most tolok egy 4,5 órást, aztán megpihenek, és akkor majd agyalok. Körülbelül ez a terv. Török előttem az utat. És nyilván annyival fogok menni, amennyivel ők mennek. Ha egy kicsit gyorsabban mennek, akkor én is egy kicsit gyorsabban megyek. Meg kíváncsi leszek, hogy meddig jutok. Németországban lehet, hogy éppen elmegyek a végéig. Holnap. Ma meddig tudok. Itt elvezem, mert kb. Salzburg olyan 300 km. Azt még úgy megcéloznám. De majd ha pályán leszünk, akkor már majd többet lát az ember az egész időből, meg hogy hogyan van, mert ugye ez a Bundesliga kiszámíthatatlan, itt nem tudja az ember, hogy éppen mennyi idő alatt verekszi át magát. Körülbelül egy olyan 50-es átlagra szoktam számolni. De valamikor meg nincs annyi falunk, akkor meg akár 60-nal is lehet számolni. Aztán azért nem lehet annyira ráhagyatkozni, hogy mennyit meg hogyan bír ez a Bundes. És hogyha az autópályán vagyunk, ott azért úgy nagyjából lehet kalkulálni egy 70-80-as átlagot. Inkább 70-es számol az ember, akkor abban benn van hegy. Hölgy, hogyha azon föl küzdi magát. Megfog minket itt egy kis trakesz.
Hát mi nem arra megyünk, úgyhogy... Már nem is tart fel minket tovább. Családdal közöltem, hogy nem számítsanak rám, hanem most nem megyek haza. De nem gond, mert így viszont biztos, hogy jövő héten fogok menni haza. Utána megszállok ki egy hétre. Úgyhogy jó lesz most a ezutáni két hét végén. Azt úgy kell rá, hogy ott hol leszek. 3 hét végét. Kezdtünk a Rivizsibe. Hangulatos kis olasz település.
már látszik, hogy azért a hegyek már itt vannak közelbe, tehát nem sokára pályán vagyunk. Érdekességképpen így van egy jobb oldalon ez a beton, ahol megcsinált csatorna. Hát látszik a víznyoma jobb oldalon, hogy milyen magasan szokott lenni. Most nem sok víz van benne, de azért szokott ebbe lenni rendesen. Most ezt vagy valami zsilippel nyitják itt, vagy valahol van egy tűzasztó lehet. És ebből leágasztatnak a magánházakhoz ilyen kis csatornát. Azon engedik a vizet, és akkor, amikor van benne víz, akkor itt kinyitják a... Van egy kis ajtó a csatornán, ott kinyitják a magánemberek, és akkor folyik hozzájuk is be a víz. Ezt gondolom esőzésekkor a hegyről lejövő vizet hasznosítják így módon. Nem engedik csak úgy elvenni. Hát az ember rajta szinte onnál jobb. Olyan, mint a biciklizés. Minél lassabban megy az ember, annál bizonytalanabb. Mindentől kezdve pedig pályán vagyunk, megyünk a gyönyörű sziklák hegyek közé. Így vagyunk. Megyünk be a hegyek közé. Másik szemszögből is, hát ha innen jobban látszik, ott van fönt. Egy vigyorgó, pici piros hal.
és kiérve az alagútból. Szebb ez így most, ugye? Volt az éjszaka. És itt jön a kedvenc vízesésem, jobb oldalom. Mielőtt bemennénk az alagútba, akkor kell jobbra. Jobbra nézni, itt eltakarja egy picit az a kis kinyúló. Egy. Vagyis szikla. De ott mögében nézve. Rögtön az alagút mellett. Ott zugog lefelé a víz. Addig. Gyönyörű. És még csak alakul a látvány. Már aki szereti. Ebben ahol imádom. Nem igazán tudom megmondni. A kamera nem adja vissza. Be kéne szorozni egy háromban körülbelül a magasságban. Az lenne talán a valós. Ott is jön ám le egyről a víz, az is gyönyörű.
mennyire fog látszani, de nagyon szép. Thank you.
másikat. És aztán szintén meg ez a sáv. És haladunk szépen tovább. Arrébb van, másfél kilométer,
lesz az előjelzője. Ami annyit jelent, hogy az elején és a végén
van két kamera, és azok távolság és a meg eltelt idő alapján beazonosítják, ugye ki lehet számolni a sebességből, hogy mennyi elment az emberben. Na most, hogyha a végén az átlagsebesség több lett, mint 60, akkor bizony belenézünk egy fényképbe. Mert a szekciókamera érzékelte, hogy mi többen mentünk, mint 60. Nem rossz dolog ez, érdekes, nagyon oda kell rá figyelni, mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit mondjuk lejtő lenne, megúrna az autó, nem figyelne oda az ember, aztán már a végén már csak az derül neki, hogy 60-nál többen mentünk, és kapjuk a fényképet, kapjuk a kutatást. Ez azért egy elég hosszú alakult, és végig 60-os. Nem kell ezt mérni a 60-at, elég az elejére végére kitenni egy kamerát, amelyik az autó akár rendszám, bármi alapján beazonosítja, és onnantól kezdve már tudja is, hogy a belépéskor és a kilépéskor eltelt idő alapján mennyivel jöhetett ez az ember, mert ugye a távolság meg adott. Nagyon kell figyelni rá, és majd a végén meglátjátok, hogy ott lesz kitéve a szekciókamera vége, és ott lesz a fényképező is vele együtt, és ha valaki túlépte ezt a bűvös 60-ast, akkor készül róla a fénykép. Hát így nagy valószínűséggel nem, mert már 50-nel megyünk. Most valaki nagyon belehúzott az elején, akkor most ezt próbálja visszahozni. Mert ugye az nem érdekli a kamerát, hogy te 100-zal mész benne, utána meg megállsz benne ugyanannyi időre, akkor az 50-es átlag. Az a lényeg, hogy adott időn belül nem szabad kilépned az alagút másik végén, mert akkor viszont lefogjuk. Hát ennyit a szekció kameráról. Itt majd mindjárt meg is látjuk. Itt van az egyik kamera, és itt van szembe, amelyik fénykép lesz, hogyha letállandóan jöttünk, és itt van a szekció kontroll vége a 60-asnak. Vagyis be kell, hogy menjünk kontrollra. Onnan be kell húznunk ide, vissza kell csökkenteni a sebességet. Zöld nyíl mutatja, hogy abba a sávba kell mennünk kontrollra.
nem nagyon, csak egy kicsit havas. Jó. Csak 23-a van ám október. Egy hét aztán még az októbernek is. Ezt a csodát nézzétek. Hát nem gyönyörű. Hát én úgy tudom megnézni azt, hogy mennyire erős a lemmáján, amiben ülök. Ugye általában mindig fullon megyünk. Tonnákkal, tehát olyan 40 tonna gördülővel, hogy nagyon sokan nem előznek meg. Tehát ha meg is előznek, akkor esetleg így előz meg, hogy szerintem nincs benne annyi súly. Mert én így, hogy fullon megyek, nagyon-nagyon sok autót megelőzök. Akik lehet, hogy ugyanúgy fullon mennek, de akkor ezek szerint elég erős ez az autó ahhoz, hogyha ők is fullon vannak, meg én is fullon vagyok, hiába 450-es, hiába 500-as, el tudok menni mellettük, emelkedő. És nem a másikat becsmérlem ezzel, tehát hogyha ő is most így, hogy elment, az nem jelenti azt, hogy erősebb mindez, mert ugye lehet, hogy könnyebb. Ez akkor derül neki, hogyha ő is fullon lenne, és ő mondaná el ezt a történetet, hogy én is fullon vagyok, ő is fullon van, és így elmegy mellette. Tehát én csak azt tudom mondani, hogyha én így, ahogy fullon vagyok, így utolértem az előbb is egy autót, leelőztem, tehát ebből látszik az, hogy erős ez az autó, mert lehet, hogy ő is fullon volt, de akkor is csak egy Mercedes 450-es volt. És ahhoz képest nem látom sehol. Pedig emelkedünk fölfelé, mert már 1020-on vagyunk. Utána még majd eldöntöm, hogy megyek-e tovább, ha vagy, ott nézek át.
3 óra 15 perce jövök már. És még lenne éppen egy, hát közel 2 óra. Nem sok híja van, de közel még 2 óra vezetés. De mondjuk még a Szent Mihály átjáró is van egy olyan 15-20 körülre. Így ebből lesz egy olyan 3 és feles vezetési idő. Úgyhogy akkor marad még egy olyan 1 óra, másfél, 1 óra, 40 perc. Amit majd ott eldöntök, hogy kiautózom, ha vagy nem. Kiállok egy 45-ös, kiveszek, az alatt majd meglátom, hogy mi újság, és akkor ha kell, akkor megyek tovább. Úgyis csak kettetten tartok, tehát van munkaidőm rendesen, mert 4-kor kezdtem, 4 meg 15, az 19 óra, most meg még csak 16 óra van. Tehát, hogyha kiállok egy 45-ös, akkor leszek pont úgy, hogy mire elfogy a vezetési idő, mert a munkaidőm is durván. És akkor kiáll az ember egy parkolóba. 834 km van vissza. Hát még lehet, hogy kell az az egy kis etap. Nyugodtabban tudja az ember teljesíteni a szombati 10 órást. De majd meglátjuk.
festőjek, a hegyeket is örüljek. Tájképnek elmenne simán. Nappaliban falon. Nagyon elnézünk. Na itt akkor most mit vegyünk egy kicsit körbenézni. Egyáltalán van egy hely. Bácsi, egy új útvonalat, szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tudj maradni, de aztán nem elszúrni, áll. Nem. Biciklét elmegyünk jobbra. Ennyi. Ez letelt, indulás van. Még tudok menni egy jó erős másfél órát, ez pont 100 km. Úgyhogy nekilódulunk. Salzburgig elgurulok. Biztos, ami biztos. Ha netán elcsúsznék, még akkor még mindig van. Van másfél órám, még akkor mindig tudok egy 10-est menni legfőjebb. Már inkább a munkaidőre kell odafigyelni. Az viszont csak 19 óráig van, és 17 óra 11 van. Úgyhogy nyomulunk, nyomulunk. Megyünk, a táj gyönyörű, nagyon szép, hogy megvilágítja, megsütja a nap. A hegytetőt, a havas hegycsúcsot. Sokat jössz autóba? Azért is célszerű meglódulni menni, mert holnap, hogyha korán kezdek, akkor itt ugye ott belezni kéne. Én meg azt mondom, én nem. Úgyhogy gyönyör a köböl. Salzburgig, akkor onnan már rád egy nem marad olyan sok vissza. Azt holnap tudom teljesíteni. Hát kettő meg talán ez a sebességkorlátozás, ami 5 óráig 60-azni kéne itt Ausztriába. Németországban meg nem. És még az vele játszik, hogy korán, hogyha elindulok, ugye tudok indulni 4 órakor, akkor azért még talán annyira a staukat is ki tudom kerülni, még akkor alszak az emberek, és én meg már Németországon vagyok. Na hát ezt próbálom meg valahogy létrehozni, vagy megvalósítani. 1360 méteren vagyunk fönn, GPS szerint tengerszint felett. És megyünk bele egy 6,5 kilométeres alagútba, át ezen a Gyögyörű megyen.
irányából egy kicsit. Elnézve ezt a domboldalt, szerintem félsődik a fülön. Ez nem kétség. Ezek félsődik. Szemgazdan volt. Előttünk pedig egy méretes. Sajnos bekeveredtem ide a sűrűjébe. Nem tudtam kiállni ide a parkolóba, pedig itt éjszakáztam volna szívesen. Ezért most itt benn vagyok a Stauba. És nincs helyem. És fél óra munkaidőm van. Nagy valószínűséggel munkaidő túllépésem is lesz. Még vezetési időbe beleférnék, de munkaidő túllépésen lesz, ez már biztos. Mert itt nem fogunk tudni átérni fél óra alatt. Hát kérem, megszabadultunk a szorításból. 19 óra 15 perc van, ami annyit jelent, hogy 15 perccel már túlléptem a munkaidőt, a csökkentett munkaidőt. Ami indoklás nélkül, vagy nem tudom, hogyha nem fogadja el a rendőr, akkor ez 30 euró, vagyis 10.000 forint. Hát nem tudok mit csinálni. Ugyanis hát ott arra szóltunk, és nem tudok sehova, tehát nem tudtam kiállni sehova. Próbáltam, és én megvolt rám, mondjuk, de nem sikerült, ez a lényeg, hogy nem sikerült. És hát most már negyed órával túléptem, amivel semmi baj nincsen. Mondom, hogy büntetésre számít az ember, vagy pedig elnézik neki. Nem szoktam csinálni ilyet, de ilyen helyen, mint amit itt is látok, hogy ide be lehetne állni,
Hát ilyen helyen én nem éjszakázok, hát, hát az életveszély. Meg hát úgy billeg a fülke, elmegy mellettünk egy kamion, hogy, hogy az nem lehet benne aludni. Hát az megint csak halál. Úgyhogy inkább megyek még tovább, fél órába belefér, mert azt hiszem úgy szól a szabály, hogy a 15 órás túllépve fél órával. Hát hogyha túllépve, akkor lépjem túl fél órával, engem nem zavar. Akkor inkább fél óra, tehát fél órás túllépés maximum, az 10.000 forintig büntethető, hát akkor lépjem túl fél órával. A vezetési időm az jó, azzal is a 10 órásban leszek benne, úgyhogy ma 10 órás is lesz, meg csökkentett is, amit túlléptem. Úgyhogy ennyit tudtam tenni a cél érdekében. Én voltam a hunyó, tehát tanuljatok a hibámból, inkább megállni előtte a biztosba, hogy beleszaladtok egy ilyen stóba, és van egy időtúllépésetek. De abból aztán csak a kalamajka van. Hát így sikerült megállnom ennél a benzinkutnál. Úgyhogy itt lesz az éjszaka, itt lesz a nap vége.